Kutyakaparó, Petőfi Sándor verse. Kívül-belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó, mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant borára, megátkozza a Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába. A kis szobán hosszú, vékony asszal nyújtózkodik végig. Feldöléstől erőtlen lábai már csak alig védik. Ami hosszú az asztal, mellette olyan hosszú a pad. Közepe nem a sok ülés, hanem vénység miatt horpad. Átellenben az ágy. Réges-régen lehetett megvetve, lefeküdni beléje nem támad senkinek is kedve. Fejét egyik vállára bocsátá a pufók kevence, redők gyanán tisztes akhomloka meg van repedezve. Mogorva vén ember itt a Csaplár, szavát sem hallani, szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a Csaplár, a vén Dömötör, hát a felesége. Ez takaros menyecske lehetett annak idejébe, de az idő a szegény jóasszonyt megviselte rútul. Noha 50-55 esztendőn még nemigen van túl. Bogyas fakó haja beillenék repcepetrencének, és melléje mindjárt szörnyű képe madárjesztőnek. Ő sem igen beszél, s ha szól, száját szidalomra nyitja, hogy a vármegye a betyárokat már mind kipusztítja, még mikor a világ ezeké volt, hanem csordul cseppent, de ezek hiával a kereset egészen megcsökkent. Odaben a kutyakaparóban így forog a világ, így szomorún, s az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépett levele. Pendejes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a meszet, s ami rajta imittam, ott maradt, az egészen sárga, s korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Pózna végén abroncs a cégére, ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember, oly búsan lengedez. Jószágból a Csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál, a ház végén szundikál naphosszat. Nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke, körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig tenged két gyalogbodz, amely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harangszó a távol falukból meghalni jár ide, s az eltévedt madár körülnéz csak, s odább megy ízibe. Még a nap sem sütít úgy, mint máshol, bágyattabb sugára, mintha szánakozva tekintene ez árva csárdára. A csárdától vagy 100 lépésnyire kopár dombtetőn fent, senki által meg nem látogatva áll egy régi kőszent. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, menj Isten hírével, mit állsz itt hiába?